Sziasztok! Ebben a videóban 4 nyári frizurát fogok nektek megmutatni, amelyeket kalappal is tudtok hordani. Tehát, hogyha van egy ilyen nyári kalapotok, akkor ezt tudjátok hordani a strandon, úgy, hogy közben valamilyen módon esetleg be van fonva, vagy el van gumizva a hajatok. És hogyha valakinek nincs ilyen kalapja, vagy nem szereti hordani, akkor anélkül is nagyon jól néznek ki szerintem ezek a frizurák. Szét kell választanunk ugye a hajunkat, majd 3 részre osztjuk ezt az egyik oldalt, és elkezdjük befonni. És hogyha fontunk be kb. 4 darab részt, akkor el is gumizhatjuk. Készítése szintén nagyon egyszerű, ugyanúgy 2 részre keresztelünk a hajunkat, és mindkettőből kiválasztunk egy vékony tincset, a többit pedig ugye hátralakjuk, és ezt a 2 tincset is be kell fonni egy ilyen egészen apró fonásba. A hátul lévő hajunkat is 2 részre választjuk, és így befonjuk. Ugyanis a hajunknak egy részét ide a kalapba fogjuk belerejteni. Tehát leválasztunk pár tincset, vagy igazából amennyit szeretnénk. Frizuránál annyi a teendőnk, hogy leválasztunk egy tincset elölről, mindkét oldalon. Illetve hátulról a hajunk közepéből hozzáveszünk még egy tincset. Ha elérkeztünk a fonatnak úgymond a végéhez, hogy már nem tudjuk tovább fonni, akkor összefogjuk az egészet, és újabb 3 részre osztjuk. Azért, mert ennél az lesz a lényeg, hogy végig legyen a fonat.